A Publikumot a Pécs TV összkulturális városnéző magazin műsorát látják. Köszöntöm Önöket! Műsorunk elején mindjárt egy művész portréval kezdünk, majd a Pécsi Nemzeti Színház évadnyitó bemutatójára invitáljuk Önöket. Egy török kiállítás az első tárlata a nagy kiállító térnek, ebből is láthatnak ízelítőt a következő fél órában. Végül pedig a nemrég zajlott Színepécs Nemzetközi Filmfesztivál néhány pillanatát idézzük fel. Tartsanak velünk! A sok kiváló szerep közül az utóbbi évek legkedvesebbje a Grace és Glóriában Grace szerepe volt. A kezdet-kezdetén pedig a Légy jó, mint halálikban Nyilas Misi szerepét szerette a legjobban. Meghatározó volt számára a Hamlet, melyben Gertrúdot alakította, és Kulka János volt a partnere. Ekkor kapott Jászai díjat. Legutóbb az Élettitkában láthattuk, és most is próbál éppen, készül az évadra. Legkorábban az Aranyára című piaci játékban szerepel. Solyom Katalin a Pécsi Nemzeti Színház örökös tagja, idén 70 éves. A most készült portré élete legjelentősebb pillanatait idézi fel. Lélegzel mélyeket, orrom be, szájon ki. Orrom be, szájon ki. Beveszed a levegőt, visszatartod, effel. Ballada. Ballada. Lassabban. Lassabban. Magamra maradtam. Magamra maradtam. Egyszer vissza. Lehúzok a másikat. Egyszer, még egyszer. Lábujjegyre is állunk egy icike-picikét, és visszaengedjük a kezünket is. Köszönjük. Az igazi tanítást azt én talán azt mondhatom, hogy 12 éve kezdtem el a Füsti Molnár Éva színi stúdiójában, és utána szinte egy-két év múlva rögtön itt az egyetemnek a művészeti karán a Zenetudományi Intézetnek az énekeseit kezdtem el 10 évvel ezelőtt tanítani. Csi, cse, egy, cse, öt, cse, meg tíz, olvad a jég, csak lecsepeg a víz. Jó. Julika, 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 gyere, ha, gyere már, ott van Né, megint jön. Tőlem jöhet, én nem csináltam semmit. Ott jön Né, gyere, szaladjunk, gyere már. Nem szaladok, én nem csináltam semmit, nem félek tőle. De gyere, mert az megver. Nem megyek. Ha megver, megver. Nem kell szaladni, ne féljen, nem eszem meg. Hogy gyerekekkel már egészen fiatalon elkezdtem foglalkozni, ez biztosan azért van, mert hogy valahol van bennem valamiféle pedagógiai hajlam. És amikor gyerekműsorokat csináltam, ezelőtt mondjuk 40 évvel már, bőven, akkor kijött belőlem ez, hiszen az összes gyerekműsorom, ilyen interaktív gyerekműsor, amikor is a gyerekek belebeszélnek a műsorba, és sokszor velem együtt mondanak verset, vagy velem együtt énekeltek, tehát ez már ott elkezdődött valamikor 40 évvel ezelőtt, amikor az első gyerekműsoraimat csináltam. Ki az ott, mit csinál? Szia, mama. Kálmán? Jó reggel. Megőrültél? Oh. Én vagyok az, mama. És mit keresel itt? Eljöttem. Hogy jöttél be? Benyitottam. Betörtél? Nyitva volt az ajtó, én az zárom. De mit csinálsz ott, lopsz? Te mit csinálsz, mama? Mi történt a lakással? Mi az, hogy mi történt? Semmi. Bútorok. Hol vannak? Hány óra? 8. Pontban? Igen. Ja, jó. Hát akkor most meghallgatjuk a rádiót. Hát ez a rádiót, ezt kihagyjuk. Bemondott. Kikapcsolod a rádiót. Jó. Igen. Mit csinálsz, hé? Mama, mi folyik itt? Add vissza a rádiómat, híreket mondanak. Hol vannak a bútoraid? Miért van minden bedobozolva? Ez tulajdonképpen egy ilyen olvasópróba utáni emlékpróba volt. Nagyon-nagyon a kezdeti stádiumában van az egész, tehát ez még sehol semmi. Egy összeolvasás, gyakorlatilag egy nem tudom, a hanyadik összeolvasás, amikor még ismerkedünk a szöveggel, ennyi, csak ennyi. Ez a mostani, amit most láttunk, tehát ez a Gyanús mozgások című
darab, a kétszemélyes darab, amit most a Zajzon Zsolttal próbáltunk, ez egy ilyen kezdeti stádiumban lévő próbafolyamat tulajdonképpen, decemberben lesz valószínűleg a bemutató, és ezt most kezdjük tapogatni. Ide, a gyanús csönd sokkal idegesítőbb. Emlékeztesselek, hogy mi volt múltkor, amikor gyanús mozgások voltak? Miközben végeztem a kémia-fizika szakot az egyetemen, már az Univerzitás együttesben játszottam, és ott arattam az első sikereimet is. A Karnyónéval már ilyen fesztiváldíjas lettem, és ugyancsak a filmjeim is akkor születtek, tehát amikor még egyetemista voltam, meg amikor közvetlenül a végzés után, akkor még 4 évig dolgoztam a gondolatkönyvkiadóban lektorként, ott szerkesztettem könyveket, kémia-fizika szakos, főleg fizika szakos könyveket szerkesztettem, és akkor utána kerültem le Pécsre. Tanítani nem tanítottam, csak 1 évet, a kötelező 1 évet, ami a diplomához kell. Néhány könyv, melyet ő szerkesztett. Itt van például A sötétben nem látok aludni. A benne olvasható gyerekverseket pécsi költők írták számára, majd óvodások illusztrálták azt. Az Örök Magyar Versek című kötetben az irodalomból kötelező verseket gyűjtötte össze. Ez a másik kiadvány pedig Lázár Ervin műve. Solyom Katalin számára írta. Magyar mondák feldolgozása található benne. A művész hangfelvételt készített belőle. Amikor férjhez mentem, akkor már rögtön kialakult a tolerancia a családon belül. Tehát, hogy én, amikor a férjemnek volt bemutató vagy zenekari előadása, akkor koncert előtt én voltam az, aki hagytam gyakorolni, és igyekeztem a háttérbe szorulni, viszont amikor nekem volt premierem, akkor azon az utolsó héten, tehát a főpróba héten ő volt rettenetesen belátó, hogy akkor nekem nem kellett lehetőleg semmit csinálnom. Aztán jöttek a gyerekek, persze ez megváltozott bizonyos értelemben, de azért alapvetően megmaradt ez a fajta odafigyelés a másikra. Nem szólunk bele egymás dolgába tulajdonképpen, de hagyjuk, hogy csinálja, hogy neki jó. És amikor dolgunk van, akkor hagynak minket dolgozni. Férje Várnagy Attila fagott művész. 2 felnőtt gyermekük és 4 unokájuk van. A 2 legkisebbel személyesen is megismerkedhettünk. Van mesekönyv is, azt nézitek vagy? Igen, nézzük a mesekönyvet. Mit látom? Mutasd meg neki! Mit mutassunk neki? Mutasd meg neki! Van a... Na, itt vagyok, kicsi. Amikor én az egyetemre bekerültem, az egyetemi színpadon az Univerzitás együttesnek alapító tagja voltam, és ott lehetett jelentkezni a különböző művészeti csoportokba is. Volt az egyetemen, az ELTÉ-n, a budapesti ELTÉ-ről beszélek, ott volt szavalókör is, meg színjátszókör is. És én már a szavalókörben is, meg a színjátszókörben is rögtön jelentkeztem, és akkor ott már megszerettem a verseket. De hát azt hiszem már a középiskolás koromban nagyon-nagyon szerettem, tehát gyakorlatilag a vers szeretetem az ott indult el, de azt, hogy pódiumon verset mondani, azt az egyetemi színpadon kezdtem el, és akkor nagy nevekkel együtt, tehát Latinovics, Major Tamás, Horváth Ferenc, Keres Emil, akik ott mondták a verseket velünk együtt, mi akkor kicsik voltunk, de azért megengedték, hogy mit tudom, Mezei Mária mellett mi is mondhassunk verseket, és akkor így már hozzászoktam ahhoz, hogy verset kell mondani, és nagyon, nagyon megszerettem a versmondást. Azóta is ez nekem az életem egyik fele, a színjátszás mellett a versmondás az nagyon-nagyon fontos az életemben. Ugyanúgy, mint a tanítás, vagy akár a család. Ezek így egyenrangúan, valahogy úgy megférnek egymás mellett. 2 alapítványnak is alapító tagja. Az egyik a Segíts, hogy beszélhessek, amely 20 éve alakult és gyerekeket támogató tevékenységet végez. A másik 7. éve folytat szintén aktív munkát. Ez a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány, ezt 2 Füsti Molnár Évával közösen hozták létre. Ennek megalapítása egybeesett a Grace és Glória című darabbal, mely többek között a hospice-ról is szól. Baj az magának, hogy megtette ezt az utat,
utat fölöslegesen. Mondták, hogy esetleg hiába jövök, de akkor is valakit kell maga mellé keresnem. Az egyházközségből. Emlékezetes szerep marad a Hamlet Gertrúdja, hiszen az akkor még igen fiatal Kulka Jánossal együtt alakított benne anya-fiú kapcsolatot. Nekem nagyon nagy élmény volt ez az együtt játszás, mert ez a Gertrúd is, ez rettenetesen meghatározó szerep volt az életemben. Akkor ezután kaptam én tulajdonképpen Jászai díjat, és ez egy nagyon-nagyon szép anya-fiú kapcsolat. Ez a Hamletben, és ez emlékszem rá, hogy én nekem ez nagyon erős hatású volt, és az életem folyamán valóban meghatározó volt. Színpadon játszik társulattal, játszik egyedül és másodmagával. Azt mondja, a legnehezebb az önálló előadói est. Ilyenkor a színész önmaga, nem bújik bele senki bőrébe. És magadból ömlesztve adott ki azokat az írásokat, amiket te magadnak összeállítottál, összeválogattál, és ez mondjuk egy órán keresztül megy, működik, és tartod a kapcsolatot a közönséggel. Ez a legnehezebb. Aztán jön a monodráma, ami szintén nagyon-nagyon nehéz, de ott már valamilyen szerepet játszol, tehát ott valakinek a bőrébe belebújva csinálsz valamit, de ott is teljesen egyedül vagy a színpadon, kapaszkodóid vannak, van kapaszkodó maga a szerep, amit játszol, a jelmezed, a díszlet, a kellékeid, amikkel körül vagy véve. Aztán a legkönnyebb az igazi színház, amikor már ketten vannak, az már igazi színház, aztán amikor sokan vannak, az is igazi színház, de a két színész jelen van, az már színház. A dialógus ott kezdődik a színház, amikor két ember beszél. Az az igazi színház. Mert amikor monodráma van, akkor is tulajdonképpen általában valami módon imitáció van arra, vagy utalás van arra, hogy valakivel beszél az ember, vagy legalábbis mindig belekerül a monodrámába is valamiféle dialógus. Még ha úgy is, hogy a másik, a partner az nincsen éppen jelen. De amikor valóban jelen van két színész, mint a Grace és Glóriában, akkor az már nagyszerű. Az orvos közölte magával? Hogy haldokló, persze. Mondta, hogy van még hátra néhány hetem. Hát az nekem nem kell orvos, hogy megmondja, hogy mikor halok meg. Ez igaz, Mrs. Stiles, de addig még annyi lépés van hátra. Aztán utána az színházat, amikor már sokan vagyunk, jelen vagyunk, és kapcsolat van, és szemek vannak. Nézed a másik embert, és ő visszanéz rád. Hát annál fontosabb nincs, amikor látod a másik ember szemét, és ő is a tiedet. A szemkontaktusnál nagyobb és fontosabb dolog a színházban nincs. De ez a filmre is vonatkozik. Ott is a legfontosabb a szem. Ha már a filmeknél tartunk, meg kell említeni a fiatal színészként elért filmes sikereit is. Szabó István első két filmjében az Álmodozások korában és az Apában kapott szerepet. Benne volt a Tűzoltó utcában és a Mefisztóban is. Nagy élmény volt számára. A vidéki lét azonban megvonja a fővárosi filmezési lehetőségektől, a szinkrontól és a tévés szereplésektől is. Mondja egy kicsit nosztalgikusan. Aztán itt vannak a díjak, elismerések. Jó pár jutott neki is művészi pályafutása során. Azt hiszem mindenkinek jól esik, ha észreveszik azt, hogy csinál valamit. Ezért ez biztos, hogy nekem is mindig nagyon jól esett, holott az ember nem várja el, hogy bárki bármikor is kitüntesse. Az igazi kitüntetés az mindig a művészeti díj. Egy színész vagy egy művész számára, tehát számomra mondjuk a legmegbecsültebb díj azért mégiscsak a Jászai díj, mert az egy alapművészeti vagy színművészeti díj, amit 85-ben kaptam meg, tehát igazában az volt az első igazi nagy kitüntetésem, amit azóta is talán a legnagyobb, legtöbbre becsülök, mondhatom így, de amikor a város kitünteti az embert, ahol él, ahol dolgozik, ahol lakik, akkor úgy érzem, hogy na hát nem hiába vagyok itt, nem hiába tettem, amit tettem, és akkor ilyenkor az embernek az is eszébe jut, hogy de jó, hogy eszébe jutottam valakinek, vagy valakiknek, és akkor az ember megkap egy ilyen díjat, mint ez a Procivitát, ez persze nagyon-nagyon nagy dolog. Művészi hitvallását Hervai Gizella Psalmus, azaz Zsoltár című versében fogalmazza meg Sólyom Katalin, Jászai díjas színművész. Mindig van
Egy lábnyomokkal agyondöngölt földdarab, amit hazának nevezünk, ahol mosolyogva kél fel a nap, és mindig megmarad. Mindig van egy koszorúkkal fölvirágzott földdarab, amit hazának nevezünk, ahol a bánat az arcra fagy, és mindig megmarad. Mindig van egy marék göröngy, ha más már nem marad. Liftbe szorult, fuldokló remény, amit hazának nevezünk, és mindig megmarad. Ez a haza számomra, a város, a színház, a Donátus, az otthonom, a családom. Szóval Pécs. Joshua Szobol Gettó című zenés színműve 1944-ben a vilniuszi gettóban játszódik. A darabot most Béres Attila rendezésében állították színre a Pécsi Nemzeti Színházban. A premier sztárja kétség kívül a nemzet színésze Haumann Péter volt. Akkor miért most a sík ezt megnézni? Szabó, varrónő, varrógép, pontos lista, nevekkel, címekkel, házról, házra jártam. Szobáról szobára. Minek? Engedje meg, hogy erre egy kérdéssel válaszoljon. Látta ön azokat a szerelvényeket, amik éjszakánként az orosz frontról Németországban mennek? Két perc. Tudja, hogy mit szállítanak azok a szerelvények? Mit? Egyenruhákat. Mi van? A Wehrmacht védes jelentek egyenruhákat. És tudja, miért viszik őket Németországban? Nyilván rendben az, nem? Na tesszik látni. Mi? Mi meg itt vagyunk közel az orosz fronthoz. Szabó, varró, varrógépek század. Te alkotosz? Hogy? Hogy nem? Szervezünk nekik egy nagy javítóműhelyt, olyat, hogy Németországba küldenék ezeket a szerelvényeket. Az a Orbán a drága szeret hosszú kilométereken át eltorlaszolják a vasúti zsírpályának. Ha? Ezen túl majd idáig hozzák csak az egyenruhákat, nem? Mi megjavítjuk, hát ez nekik is jó, meg hát ugye nekünk is. Hány ember tudnál foglalkoztatni? Hát kezdhetünk 100-szal, vagy fölmetünk 150-re. Újabb 150 család kerülhetne biztonságban. Na, ja. Az irodában holnap 8-kor. De miért reggel? Előttük az egész éjszaka. Kidolgozunk a tervet, pontosan adatok a számokat, reggel 8-kor leteszünk az asztalukra. Ugyanolyan ők azt szeretnék. Mindenki ilyen volna a gettóban, mint te, fiacskám. Ő Weisskopf, a német hadsereggel seftelő és ezen meggazdagodó zsidó üzletember. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett Haumann Péter színművész Urbán Tiborral felváltva alakítja szerepét. Rengeteget dolgozott ezen a figurán, hogy minél tökéletesebb legyen. Hát ha jól jár a színész, akkor minden szerep testhez álló kell, hogy legyen. Ugye? Hát az a dolga a színésznek, hogy tegye testhez állóvá, hogy az ön szavaival éljek. Egy feladat a sok közül. Teljes erővel erre figyelünk most valamennyien ma este. Egy érzékeny pillanata, hosszantartó pillanata, a történelmek egy olyan szakasza játszódik itt a színdarabban, ami kétségbejtő egyfelől, kétségbejtő amiatt, hogy ilyen megeshetett a történelemben, és kétségbejtő amiatt, hogy egy erkölcsi és etikai dilemma elé állít egy közösséget, a gettó közösségét. Szerintem hallatlanul izgalmas, és azt hiszem, hogy pontos fogalmazást igénylő színdarab. Nyugodtan, szépen egy régi városba, ahol nekem millió emlékem kötődik. Én nagyon jól érzem itt most magam, és nyugodtan készülök a premiérre. Na. Egy kilóba. Fekete. Kitől vetted? A nevét akarom. Szóval nem vetted? Loptad. Loptál egy kiló babot a hadseregtől! Falhoz! Sorakozó! Gyerünk! Hozzál, fintasolva!
Kittel a náci parancsnok váltott szereposztásban Szőcs Artúr és Balikó Tamás alakításában jelenik meg. Másodszor játszom, 20 évvel ezelőtt már játszottam ezt a szerepet a Mássaipari rendezésében a Madách Színházban. Akkor voltunk végzős rendező hallgatók egy osztályban, és a Palinak ez volt a vizsgamunkája, és rám osztott ezt a szerepet. Érdekes mondani, nagyon sok minden visszajött, nagyon sok emlék és sok dolog beugrott, felfrissült egy pillanat alatt, váratlanul szembesültem ilyen rég eltemetett emlékekkel. És ugyanaz megismétlődött, rettentően igénybe veszi az embert. Szóval borzasztó, nehéz. Nem is önvédelemből, mert a színész dolga nem az, hogy magát védje, hanem az, hogy mutassa meg az adott feladaton keresztül azt a tudását, vagy a tehetségét, vagy a szakértelmét. Ez egy bomlott elme, ez egy kettős személyiségű furcsa. Érdekes módon ezt mondani rá, történelmileg nem stimmel, színházilag igen, ez egy nagyon jó szerep. Ez egy nagyon jó szerep, mert ezeket a skizoid, hasad személyiségű, démonikus, furcsa, beteges jellemeket nagyon hálás dolog kimunkálni. Talán egy kicsit izgalmasabbra tudom fogalmazni. A határok között mozog ez, mert bizonyos limitet nem lehet átlépni, mert a szerző behatárolja ezeket a figurákat. De mégis lehet benne alkotni. Nem fölfele kell kapaszkodni, hanem lefele kell ásni. Másodikon egy remek rendezése volt. Hát ott indult az ő pályája tulajdonképpen, nem ezzel, de ez a nagy esemény, egy nagyon publikus nagy esemény volt ez az ő rendezése akkoriban Budapesten. Utólag azt mondom, hogy egy viszonyítás szerint, az egy kicsit formálisabb dolog volt, vagy formalistább dolog volt, valami egy kicsit kézenfekvőbb volt maga a tény, tehát a holokauszt, a gettó lét, ez a szörnyűség, az belengte azt az előadást, és ahhoz képest történt minden. Itt ez egy analitikusabb helyzet, nyilván a kor is más, mások az ingerek, mások a tapasztalatok, itt erősebb az analízis, tehát kicsit bonyolultabb, ettől egy kicsit kegyetlenebbnek érzem ezt az előadást, mint azt. Ahhoz, hogy túléljék a borzalmakat, színházat kell csinálniuk a gettóban. Ennek egyik mozgatója a fura utazó művész, a vándorkomikus Srulik a bábjával, ami vagy aki nem is báb valójában. A Mácsai pár rendezése óta ezt általában ember játsza. És az Attila ezt úgy gondolta tovább, hogy én a Bimbóval, mármint Szélhovát Lajos kollégával játszom el ezt a párost, és a hangja én vagyok, meg én mozgatom őt egy ilyen kallantyún, és így próbáljuk azt a hatást kelteni, hogy ez egy bábmozgató művész. És csak a végén derül ki, az egyfajta slusszpoén, hogy ő is egy ember, aki így próbál túlélni a gettóba, tehát hogy kvázi így rejtegetjük őt, vagy ő így él túl. Ez egy elég komoly feladat volt azon túl, hogy ez egy furán becsomagolt musical, azért erről a fura katasztrófáról szólott a előző század közepéről, és hát ez nagyon nehéz úgy zenével, tánccal, egyébbel aláhúzni, hogy ne legyen gejl, vagy ne legyen nagyon cukormázas a dolog. De az előző két nap tanulsága szerint, amikor már nézők előtt játszottuk, úgy néz ki, hogy működik az előadás. A gettó Joshua Sobol egyik legismertebb drámája. A színmű 1944-ben játszódik a vilniuszi gettóban, ahol a dokumentumok szerint is működött színház. A darab elsősorban a művészet, a színház és az ember túléléséről szól, mondja a pécsi előadás rendezője Béres Attila. A cselekmény legfőbb vonulata az, hogy még a legembertelenebb körülmények között is reményt adhat a színjátszás öröme. Ma nem túlélni kell, ma élni kell, bár ha azt tekintjük, hogy a színházak vagy a művészet milyen állapotba került az elmúlt években, és milyen állapotban van ma, akkor a művészetnek is túl kell élni, úgy, hogy a gettóban túl kell élnie a színháznak. Hát ebben van egy nagyon erős aktualitás. A gettót 1984-ben mutatták be először Haifában. Azóta a színházak rendszeresen játsszák a darabot.
A zenés színműben közreműködik többek között a Pécsi Balett, a Pécsi Nemzeti Színház énekkara és a Budapest Klezmer Band. Az előadás zenéjét Jávori Ferenc szerezte. Az érzelmekben gazdag muzsika tökéletes harmóniát alkot Miklós Tibor dalszövegeivel. Az együttes minden előadáson élőben játszik. A produkció az évad első bemutatója volt. A János Pannonius Múzeum modern magyar képtárának megújult kiállítótere elsőként egy török témájú tárlatnak adott otthont. A kollekció a 20. századi modern török festészet nemzetközileg is elismert alkotóit mutatja be. A válogatás november 22-ig tekinthetik meg az érdeklődők. A tárlat az Isztambul Huma Kabakcsi gyűjtemény egy részét mutatja be. A nemrég elhunyt Nahit Kabakcsi a 20. századi modern török festészet nemzetközileg is nagy tekintélynek örvendő gyűjtője volt. Most lánya Huma képviseli a gazdag gyűjteményt. Édesapám az 1950-es évektől kezdve gyűjtötte ezeket a műtárgyakat. Már 1990-ben nyitott egy galériát, ekkor már mintegy 200 darab műtárgyal rendelkezett. Ezt azonban néhány év múlva megszüntette, mert abban az időben Törökországban nem volt nagy érdeklődés az ilyen festészet, művészet iránt. Egy picit őrültnek is tartották a gyűjtő szenvedélye miatt. Meghívott egy nemzetközi zsűrit, külföldi múzeumigazgatókat, hogy mondjanak véleményt a gyűjteményéről. Sokkolólag hatott rá, hogy ebből a 2000-ből csak 200-at választottak ki, amelyet értékesnek tartottak. Későbbiekben már mindig kikérte ezeknek a szakembereknek a véleményét. Ez végül is finomította, választékosabbá tette a későbbi gyűjteményt. Jó magam, nem foglalkozom képzőművészettel, marketinget tanulok. Édesapám mondta még életében, hogy az igazi gyűjtő nem művészkedjen, mert nem tud elfogulatlan lenni a gyűjtés során. És ezt én megfogadtam. Az itt látható török alkotások egy cserekiállítás részét képezik. 2010-ben ugye Isztambul is, meg Pécs is kultúrás főváros, Pécs Isztambulban egy csontvári kiállítással jelentkezik. Cserébe valamilyen török anyagot szerettek volna bemutatni, hosszas-hosszas tárgyalás után esett arra a választás, takarékossági okból is, hogy a Nahit Kabakcsi milliárdos által összegyűjtött fantasztikus több ezer darabos török, országi török és Törökországon kívüli török, muzulmán festészet alkotás, kortárs festészeti alkotásokat mutatjuk be egy Pécset. És hát a csontvári kiállítás az, ha mindegy, az 20-án megnyílik, október 20-án Isztambulban, és ennek a csere kiállítása, amely az elmúlt 60 év török festészetéből, modern festészetéből ad ízelítőt.
Egy cseh alkotás lett a második Színepés Nemzetközi Filmfesztivál legjobb játékfilmje. Dokumentumfilm kategóriában pedig egy lengyel-német és egy török mozi nyert. A zsűri elnöke az Oscar-díjas rendező Jiří Mencel volt. Legközött az IFAK-át kapta a dokumentum kategória fődíját a Színepés Filmfesztiválon. A török rendező szülőhelyén forgatta a filmet, idős asszonyok a természettel vívott harcát mutatja be. A Fekete-tenger keleti részénél emberfeletti harcot vívnak a természettel a filmemben látható idős asszonyok, több kilós gabonákkal teli zsákokat cipelnek, mindezt a családjukért teszik, és egy percig sem panaszkodnak a sorsuk miatt, mondja Orhan Tekeoglu. A zsűri könnyen döntött a díjakról, már az első körben kiválasztották a legjobb díjra érdemes alkotásokat. Nem volt szerintem egy különösebben erős mezőny, amit szóvá tettem a színpadon is, hogy azt én egy kicsit aránytalannak tartom, hogy a 10 filmből 6-nak vagy 7-nek a főszereplője színész, zenész vagy rendező volt. A fesztivál zsűriének elnöke Jiří Mencel volt. Az Oscar-díjas rendező úgy véli, sok fiatal filmes főként saját magának, mintsem a közönségnek forgat filmeket. A fiatal filmesek közül nagyon sokan próbálnak meg rövid idő alatt nagy sikereket elérni. Ez azt jelenti, hogy a saját ízlésüknek megfelelő filmeket akarnak forgatni. Tehát az üzenetem voltak éppen az, hogy vegyék figyelembe a nézők igényeit is, mondja Jiří Mencel. A filmfesztivál fődíját a cseh Marek Nybrit a Védelmező című játékfilmje nyerte el. Ennyi volt már a kínálat. Remélem találtak kedvükre valót. Jövő héten sem unatkozhatunk, lesz bőven kulturális program Pécsett. Mielőtt elbúcsúznánk önöktől, néhány programra hívnám fel figyelmüket. A jövő fúvós zenéje címmel ismét egy fesztivál várja a pécsieket. Október 21-én Orosz Zoltán harmonika művész koncertezik. 22-én az Oscar Közszínházi bemutatóját láthatják a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában. Tartsanak velünk továbbra is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!